Nem mertem róla beszélni, hát tulajdonképpen éveken át. Senkinek. Sőt, évtizedeken át senkinek. Fogja röpíteni a plafonra és a fedőt. Összetévezhetetlen, szabálytalan jelenség. A rendszerváltás előtti években a hazai underground egyik ismert figurája. Szókimondó, gátlástalan humorát a média hamar felfedezte. Azóta is a szórakoztató műsorok egyik állandó szereplője. A legtöbben a Megasztár zsűri tagjaként ismerik őt. Közel tucatnyi könyvszerzője. Az utóbbi években az úgynevezett nő téma egyik legnépszerűbb szakértője. Előadásokat, kurzusokat és táborokat tart. Énekes, előadó művész, életszemléleti tanácsadó, spirituális tanító. Az arcképben Spitzer Gyöngyi, vagy ahogy mindenki ismeri, Soma Mama Gésa. Az jutott eszembe, hogy van olyan helyzet, amikor te nem mersz önmagad lenni, hogy igazán önazonos, mert mondjuk a konvenciók, vagy a jól neveltség szab határt. De mernél? Tehát kellene? Inkább megfordítanám, voltam-e már valaha zavarban? Na, így. Ez. És voltál? Kétszer voltam zavarban, amióta mondjuk úgy, hogy nagykorú vagyok. Az egyik, amikor egy régi szeretőmnek a fia kikezdett velem, úgyhogy én utoljára 4 évesen láttam. És akkor egyszer csak ugrás az időben, 22, hát azon úgy meglepődtem, de tudtam kezelni, tehát csak egy pillanatra így, ez mi. A másik, amikor egy barátnőmnek a örökbefogadott kisbabájának tejet hoztak több utcával odébről, az apuka hordta a tejet egy másik anyukától, de elakadt a dugóban, és nagyon sírt a pici baba. És mondtam, hogy úristen, bárcsak meg tudnálak szoptatni. Erre a barátnőm azt mondta, hogy hát tedd merre. És mivel én éveken át egy ilyen őrült tévképzetben utaztam, hogy milyen jó lenne, hogyha nekem mindig folyna tej a mellemből, mégpedig nem is akármilyen, hanem alkímiai esszencia, ezért a vad és ma már exaltáltnak tűnő ötlet miatt mellemre raktam a kicsit, ami hát egy darabig úgy nyugtatta, aztán miután rájött, hogy nem jön belőle semmi, tovább sírt, tehát kvázi egy ilyen húscumi pótlékot, viszont valami elindult, mert akkor megjött a menstruációm, úgyhogy előtte, mit tudom, egy héttel múlt el, tehát teljesen soron kívül, tehát valamit mélyen beindított. Na, ez a két alkalom volt, amikor úgy egy pillanatra úgy zavarba jöttem. Akkor milyen vagy te, amikor zavarba jössz? El tudsz pirulni? Hát a hőhullámos kivörösödést azt nem elpirulásnak nevezem, az egy teljesen másik műfaj, de nem szoktam elpirulni, és nem érzem azt, hogy másképpen kellene viselkednem bármikor is, mint ami őszintén belülről jön, mert azt gondolom, hogy eljutottam már arra az ember szeretett szintre, hogy megtehetem, hogy kimondom, amit gondolok. De most, ha én jól kutakodtam a te életművedben, a te mondjuk úgy gyógyító, vagy felvilágosítani szándékozó tevékenysége... Tanító karakter. Igen, tanító karaktered 3 pilléren alapul. Szerintem te a szégyenérzetet, a megfelelni vágyás és a bűntudatot szeretnéd az emberekből úgy nagyjából egészében eltüntetni. Ezt jól gondolom? Köszönöm a alapos utánam nézést. Valóban... Ez nagyon központi, állandó visszatérő téma. Arra lennék kíváncsi, hogy ezen fogalmak esetében te hol tartasz és hol tartottál régen? Ugye a szégyenérzetet megbeszéltük, mondjuk a bűntudat vonatkozásában. Neked miért, vagy mi miatt volt, vagy van bűntudatod? Tulajdonképpen nagyon sokáig egy önbizalomhiányos kislány voltam, és hát egy klasszikus szeretett koldus. És rengeteg férfivel nem azért feküdtem le, mert a szexet kívántam, hanem azért, mert be akartam pótolni a kimaradt dolgokat, a visszajelzéseket, hogy én elég jó vagyok, elég szerethető vagyok. Mi táplálta ezt az önbizalom hiányt? Hát itt olyan dolgokat adnék ki a múltamból, amit nem hiszem, hogy most sokakra tartozik.
De az igaz, majd hogy... el fog jönni az ideje ennek is, mindennek. De az igaz, hogy 11-12 évesen te 64 hibát fedeztél? 16 évesen 64 testi hibámat számoltam meg, pontosan, mert lakik bennem egy Klárika, megmutatom, milyen a szája. Nagyon szigorú teremtés. Egyébként hozzáfűzöm, még nem találkoztam senkivel, aki képes ezt a két izmot mindentől függetleníteni, tehát nem úgy csücsörítesz, hanem csak ezt a kettőt így összehúzod. Nincs dekoltás, felkötött haj, szigorú szemüveg, nincs smink. Ő az én kontrollos énem. A kicsit saját magamat is ironizálom persze ezzel. A bennem élő szigorú titkárnő. A már-már kényszeresen pontos, precíz, pedáns, kötelességtudó, tehát lakik bennem egy ilyen kötelességtudó hajcsár. És ez a Klárika vett rá, hogy nagyon precízen járjak utána, tehát azt mondtam, hogy tudni akarom pontosan hány testi hibám van. És a 64 az nem úgy, hogy 60, hogy ebben a szeplők egyenként, az a szeplők az egy. Túloztálta akkor nagyon, nem? Nem. Még verset is írtam róla. Testem gennyem, gennyes testem, miért nőtt ekkorára? Gem. Jó nagy benga állat lettem, s a fejemre szőrt növesztettem. Orrom krumpli kicsi a szám, 64 a testi hibám, még van, vagy 8 versszak, már nem emlékszem rá. Ez önostorozás volt, nem? Biztos, hogy sok önbüntető minta volt emögött, sok önbántás. Hiába mondod azt, hogy harmonikus szeretnél lenni, az a jéghegy csúcsa. De ami ott van a mélyben, a jéghegy alatt a nagyobb terület, az abban még annyi sérülés volt, hogy az nem engedte meg, nem bírtam volna el, nem voltam rá kész, hogy harmonikus legyek. Hát milyen sérülés? Ez valószínűleg csak te tápláltad magadban, nem hiszem, hogy a környezeted ezt visszaigazolta. Hát azért nem mondom azt, hogy a gyerekkorom az teljesen harmonikus lett volna. Csúfoltak? Tehát egyrészt a szüleim nagyon sok feszültségben éltek, aztán 16 éves voltam, amikor elváltak. Másrészt, hát hoztam rendesen a vérvonalból is magammal a dolgokat. Harmadrészt igen, kilógtam a sorból, tehát 11 éves korom óta 3 centit nőttem, az azt jelenti, hogy most vagyok 176, 11 évesen 173 centi, az sok. A első menstruáció megjövetele után az első sor hónajszőr lett a fejemen. Tehát nekem addig majdnem egyenes, nagy hullámú hajam volt. Majdnem egyenes. Nagyon sűrű volt, akkor is ilyen kosárfejem volt, de ilyen szép sejmes. És akkor egyszer csak így átalakulsz. Erre jöttek a pattanások vörös udvarral, nagy vagy, nagy melleid vannak, szőr van a fejeden. Igen, cseszegettek, kilógtam a sorból testalkatom miatt, bizonyos szempontból a egyéniségem miatt is, tehát akkor is már egy ilyen eléggé egzaltált, és... Erre rá is játszottál? Adott esetben, hogy a kontúrok még erősebbek legyenek? Aki önbizalomhiányos, az mindig kompenzál. Persze, hogy rájátszottam, de nem tudtam, hogy rájátszok, mert az ember ösztönösen, tehát a belső egyensúlyod valahogy megkívánja, hogy ha valamiből kevés van, akkor ösztönösen elkezdesz egy másik dologra, hát ugye kompenzálni, balanszírozni. És azt mondod, hogy szeretetkoldus voltál. Ezt úgy kell elképzelni, hogy te szeretetet, szexuális örömet, odafigyelést, bizalmat vártál a férfiaktól? Ó, persze. Ez hány évig tartott? Hát tulajdonképpen a férjem volt a megváltó, tehát azért... Odáig tartott, ezt nem gondoltam igen. Volna. Hát még utána is volt egy lecsengés, és még utána pár év. Volt ennek, aztán annyit fogsz elmondani ebben az interjúban mindenről, meg általában véve amennyit akarsz, de volt ennek a történetnek mélypontja, amire te úgy gondolsz végig? Idegösszeomlás. Idegösszeomlás pszichózissal, 3 évig tartó pszichózissal. Tehát amikor olyan dolgokat látsz, ami nincs ott. Halucináltál? Halucináltam, évekig halucináltam, 20 és fél, sőt, még hamarabb, nem, 20 és, várjál, mikor voltam, mert a, vagyom, 20 évesen, nem, ez hamarabb volt, mert ez a Debrecen éveim alatt volt, 18-tól 20-ig voltam Debrecenben, tehát 19 körül kezdődött, igen. Hogy nézett ki ez az ideg összeroppanás? Összeestél, elsötétült minden, tehát ez a klasszikus? Hát tulajdonképpen jött egy nagyon-nagyon rossz hír. Nem, hogy beleszerettem egy fiúba, hanem már el is jegyeztük egymást, és mellettem jött rá, hogy a fiúkat szereti. Oh. Ez eléggé rosszul érintett, több hónap volt, mire kihevertem, és utána összejöttem egy kevésbé szép, de olyan kis megbízható,
botanikát szerette, olyan kis lenyugodott, kis aranyos, de érzékeny, finom, mély gondolkodású sráccal, aki szintén mellettem jött rá, hogy meleg, és akkor ott valami megkattant. Ilyenkor egy nőnek ez kikezdi az önbizalmát? Még inkább? Hát amikor a gyűrűs mennyasszonyod, és durván megalázva ott hagy, hogy bocsi, én az Elvirát választom, azért az ott nem fogsz úgy csinálni, mintha nem tudom, a gombot tépték volna le csak a kabátodról. És de nyilván ennek volt egy csomó más előzménye is, tehát a lényeg az, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy én megjártam a hadakutyát, mert nem tudnék ma emberekkel foglalkozni, és nem lennék ennyire empatikus, ennyire együttérző, hogyha én magam nem tapasztaltam volna meg, hogy milyen mérhetetlenül szorongani. Te effektíve szorongtál? Tehát effektíve? Hát nem mertem a 3 évig a takaró alól kidugni a kezemet, tehát az izzadság folyt rólam sávokban. Hogy múlt mindez el? Tehát volt egy idegösszeroppanás, mi volt a megváltás? A megváltás, hát ma már én is furcsállom, de én a bohó ifjú éveimben jó barátságban voltam a Pajor Tamással. Az Underground egy ismert alakja. Hogyne, és én is pörögtem az Undergroundban, és pont a jazzkonziból jöttem ki, és ültem egy padon, konkrétan ülve szorongtam, és jött a Tamás, és mondta, hogy mi van, hát mondom, figyelj, én tök kész vagyok. És akkor elhívott a Hídgyülibe, ahol 3 hónap után én azt mondtam, hogy körbenéztem, hogy úristen, emberek, ezt nevezitek szeretetnek, ahol izoláljátok magatokat a többiektől, ahol nem találkozhatok még azokkal a rokonokkal és barátokkal se, akik nem így gondolkodnak, mint ti. Mert ott erre nézve is voltak kísérletek? Hát ott erre nézve is voltak instrukciók, hogy aki nem ezen az úton és módon tiszteli az urat, azzal szakíts meg minden kapcsolatot. Na és akkor én ott megszakítottam velük a kapcsolatot. Tehát először így nagyon jó ötletnek tűnt, és egyébként meg is lökött akkor a hit ereje. Amire utána nem volt szükségem tovább, hogy ezt a számomra sötét kirekesztő, másokat megítélő, hát azt mondanám, hogy szektát támogassam a jelenlétemmel. De akkor segített, és egyébként a felsőbb erőkkel való kapcsolatom azóta is, köszönöm szépen, jól van, de nem vallás és nem egyház. Na most még egy traumáról beszélünk, aztán nem fogok itt sebeket tépkedni, és azért merem ezt szóba hozni, mert egyfelől beszéltél már róla nyilvánosan, ha csak érintőlegesen is, meg szerintem ez nagyon sok nőt érinthet. Téged ért egy erőszak, nem ilyen erőszak, fiatalon, nem kell ezt feltétlen részleteznünk, csak amennyit gondolsz, de hogy egy ilyennek a lelki és testi megterheltsége után milyen megváltás? Hogy lehet abból kijönni egészséges nőként? 17 éves voltam, betuszkoltak egy ladába, és két férfi volt, teljesen mindegy, az egyik roma, a másik fehér, pont a roma volt az, egy nagy ronda potrós, aki egy bicskát szorított a torkomhoz, és közölte, hogy na kis büdöltem, most fogsz különben szét, elvágom a torkodat. Na és képzeld, akkor én még azt mondtam, hogy két dolgot nem csinálok az életemben, embert nem ölök, és orális szexben nem veszek részt. Tehát ebből az attitűdből egy ilyen helyzetbe kerülni, tehát nyilván sokkot kaptam, aztán ki is raktak a kocsiból, tehát nem tudom, tehát egyedül maradtam, teljesen egyedül maradtam, mert hogy egy ilyen vagány kalandor voltam már akkor is, és fönt voltam Budapesten egyedül. Ugyanis egy nagyon édes barátommal tervezgettük, hogy elmegyünk egy hétre Budapestre együtt. Csak a barátomnak előtte meghalt az apukája, és nem engedte az anyuka, hát nyilván temetés, gyász, stb. De már ki volt jelölve az időpont, már összegyűjtöttem takarítással a kis pénzemet rá, és azt mondtam, hát akkor én elindulok egyedül, kaland az élet. És hát így egyedül maradtam, és nem mertem róla beszélni, hát tulajdonképpen éveken át. Senkinek. Sőt, évtizedeken át senkinek. Ez a második napon történt, a maradék 6-7 napom az azzal telt, hogy minden nap a templomban zokogtam 2 órát. És aztán valahogy úgy szépen elmúlt. Ez valahogy csak úgy elmúlik az emberből? Vagy dolgozik rajta? Én azt gondolom, hogy annyira erős volt bennem mindig a hit. Mi iránt? Hát, hogy létezik egy teremtő, segítő, felsőbb erő, hogy meghallgat az Isten, hogy van Isten, aki engem meghallgat. És hát, mint általában az abuzáltak, magadat érzed bűnösnek, szennyesnek, sötétnek, mocskosnak, és megint csak a sors ajándéka, hogy úgy képzeld el, hogy a kurzusaim, nyári táboraim, amiket most már 11. éve csinálok, és hát rengeteg olyan nővel dolgoztam és dolgozom, mind a mai napig, akiknek
nincs azóta se párkapcsolata, vagy nem tud normális párkapcsolatot létesíteni. Neked ehhez kellettek a traumák? Tehát, hogy ma már tudj külső szemlélőként érdemdúsan hozzászólni? Az öngyógyító könyvemet azért írtam, mert a saját magam meggyógyítása volt a életem, majdnem azt mondanám, eddigi fő célja és tevékenysége. 20 évnek a terápiás módszerei, technikái gyűjtöttem egybe, mert mint valami narkós, csak én nem a narkót kerestem, hanem az újabb és újabb öngyógyító technikákat, amitől egyébként ugyanúgy függő tudsz lenni, mint bármitől, mert hallod, hogy ó, már van kahi healing, már van theta healing, már van holographic healing. Tehát te mindent kipróbáltál? Végigmentél a teljes spektrumon? Sorra. Tegnap például kambóztam. Újra. Másodjára. Majd megmutatom a nyomait. Ez egy latin-amerikai béka, aminek a mérgét leszedik, és beleégetik a testedbe, megmérgeznek vele, és az önmérgezés az egy olyan folyamatot indít el, ahol vagy felül, vagy alul, de kijön az is, ami benned levő méreg, nem csak a békái, és a rengeteg gyógyító peptidet belédra. Ez egy teljesen legális dolog, utána lehet nézni kambó. Na most viszont, ha ezt valaki 20 évig műveli, és ez az öngyógyítást ennyire megáltalkodottan szeretné, és szeretne megváltás, ha már ennél szónál maradtunk, abból mit vett észre a te környezeted? Én például nagyon régóta követtem a te pályafutásod, különböző showkba is láttalak egészen fiatalon. Mindent mondtam volna rólad, csak azt nem, hogy ennek a csajnak ilyesfajta traumái vannak, vagy ilyesfajta lelki életet él. Hát akkor ennyit kell fejleszteni az emberismereteden. Na de kérdésedre a válasz, hogy mit vesz észre ebből a környezetem. Aki figyeli az én munkásságomat, vagy azt, hogy milyen voltam, amikor, nem tudom, bohó, vatkanca éveimben berobbantam a médiába, pont idén 30 éve. Jó, lehet mondani, hogy mindenki változik 20 éves korától, ugye 51 vagyok, de nagy kérdés, hogy mi lett volna, ha nem tisztítom magam. De azt gondolom, hogy abból az óriási amplitúdóból, amiben éltem, tehát az nem hullámvasút volt, hanem ciklon, azért most egy kifejezetten harmonikus, kiegyensúlyozott embernek tartom magam, aki jól érzi magát a bőrében. Most ugorjunk vissza egy picit az időbe azért. 18 évesen Hajdúnállásról megérkeztél Budapestre, azzal a lebeszélhetetlen céllal, hogy te művésznő leszel, színésznő. Háromszor próbálkoztál a Színház és Filmművészeti Egyetemen? Most egyszer se vettek föl. Noha, ha igazak az információim, akkor te az egyiknél úgy távoztál onnan, hogy azt mondtad, hogy már pedig a jövő évezred talán legnagyobb művésznőjét hagyják most futni hagyni. Nem baj, én az leszek, csak akkor nem önök lesznek a mestereim. Ez így volt, pontosan. Szóval azért önbizalmad lehetett? Hát azért ehhez kell ego, nem? Ehhez kell ego. Hozzáfűzöm, hogy 6 évesen, mert első osztály első fél évében, 6 évesen, amikor megtanultam minden betűt írni, olvasni, alig vártam a pillanatot, mert onnantól én elkezdtem, 5 évesen eldöntöttem, hogy színésznő leszek, és akkor 6 évesen vártam azt a pillanatot, hogy elkezdjek készülni a színművészeti főiskolás felvételimre úgy, hogy elővettem a Vörös Sándor bóbitáját, és az egészet végigolvastam együltömmel, mert azt mondtam, hogy ahhoz, hogy én színésznő legyek, nagyon jó memóriám kell, hogy legyen, hiszen egy menő színész 5-6-7 színházban is játszik, hihetetlen hosszú monológokat kell megtanulnod, és együltömben végigolvastam, és az nagy teljesítmény egy első osztályos kisgyerektől. És mire 18 évesen felvételiztem, 200 verset és 25 monológ részletet vittem fejből. Akkor mi hiányozhatott mégis belőled? Nem ez volt az utam, nem ez volt a sorsom. Szerintem nagyon jó komika lennék. Az biztos. Tehát ha visszanézed, volt a... Várjál, a Szeszélyes évszakoknak volt egy másik verziója. Bruhaha? Igen. Abban te sokszor Én a Bruhahában a legfantasztikusabb magyar komikus színészekkel, a Mikó István, Körmendi János, Revicki, Gábor, tehát olyan Tahitót László, tehát a magyar komikus színészek krémjével játszhattam együtt, és rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, illetve most talán ki lehet mondani, nem mondom melyik csatorna, a Készhelyzetben, amikor kétszer is voltam, a ottani vezetők azt mondták, hogy Somám, itt színészek is voltak, de hát ez született komika. És most tervezek is valamit, csak erről még nem beszélhetek, ahol most már a komikát is meg akarom mutatni.
De mindegy, a színművészeti nem az én utam volt. És... De várj, ha valaki, már bocsánat, ennyire akarja ezt, és 5 éves korától készül erre, már pedig te nagyon megáltalkodottan készültél, hát akkor ez egy baromi nagy arcúcsapás, mikor azt mondják háromszor, hogy nem. Majd beleszakadt a szívem. És el tudtad engedni? Hát képzeld el, rá egy évre, nem felvételiztem a Jazz Konziba, de igazából még visszamegyek, az utolsó színművészet is felvételimen, kérték, hogy énekeljek, mert hogy én mindig addig azon imádkoztam, hogy Istenem, csak énekelni, és énekeltettek, és életem először megdicsértek. És először azt hittem, hogy gúnyolódnak. Mondom, persze. Dehogy is, hát magának egy született, nagy, testes, erős, gyönyörű hangja van, miért nem énekel? És ez viszont meg annyira feldobott, hogy akkor beiratkoztam egy sima mezei általános zeneiskolába, a Vasutasba, és egy év után volt pofám felvételizni a Jazz Konziba, úgyhogy megmondták, hogy tehát legalább 8 zenei általánost ahhoz el kellene végezned, hogy a írásbeli sikerüljön, és engem még az se zavart, hogy 0,4-es zeneelmélet dolgozatot írtam, tehát még az egyes se jött ki. Úgy voltam vele, hogy ez papír, kit érdekel a színpadon a papír? És bepofátlankodtam szóbelizni, és ezt már nem mesélem el, mert sokszor elmeséltem meg, akit érdekel, az felmegy a somamamag és a .hu per életrajz, és ott megnézi azt a legendás, tényleg sorsszerű dolgot, hogy oda viszont meg bekerültem elsőre, úgyhogy be sem mehettem volna szóbelizni. Tehát, hogy ezek, én nem gondolom, hogy ez a szabad akarat, hanem sokkal több a sors az életünkben, mint a szabad akarat. Sors, meg egy nagyfokú önbizalom. Az mi táplálta benned? Ha mégis ilyen... Egy kiválasztottság, tudod, 5 éves korom óta. Te 5 évesen tudod azt, hogy kiválasztottad? 5 éves korom óta. Mire? Találkoztam 5 évesen a kék madár és az őt kísérő kék angyal nyomaival. Ezt sem fogom elmesélni, mert az újegyensúly.hu igazmesék videók között megtalálható, tehát akit érdekel, megnézi, és onnantól én azt éreztem, hogy nekem van egy feladatom, tehát nekem az emberekhez le kell hoznom azt a becsatornázottságot, vagy azt, amit kapok, amit hoztam. Tehát mindig is ott volt, tehát 5 éves koromtól ott volt, és minden nehézségen keresztül emelt. Tehát amikor nem szerettek a fiúk, amikor nem sikerült, akkor is arra gondoltam, hogy nem baj, a jövőben úgy is meg lesz. Ezt te belül érezted, hogy úgy is meg? 100%, tehát kételkedés nélkül. De most az biztos, hogy én mondjuk háziasszonyos hasonlattal élek a saját kihasználtságomat, akkor ha én gáztűzhely vagyok, vagy lennék, nekem most mind a 4 gázlángom tökig van tekerve, de még a sütő is. Tehát most annyira égsz. Most fullon vagyok, tehát hogy szeptemberig úgy képzeld el, hogy a barátaimmal nem tudok találkozni. Tehát a testvéreimmel. Te azt ki se bírnád, ha nem lenne dolgod, nem? Tudsz te csak úgy? Ha erre gondolok, hogy Istenem, milyen jó lesz, amikor már tényleg idős éveimben ezt újra ide eljuthatok, és megérdemlem ezt, hogy ebben lehessek. Hogy a saját időmben tegyem, amihez kedvem van, mint például a 13 éves korom óta mind a mai napig írt naplóim feldolgozása. Azt mikor adott? És abból egy 3 generációs családregény megírása, ami legalább 10 éven át fog tartani. Azt kiadod valamikor? Hát a jelenlegi kiadóm, a Jaffa kiadó már évek óta kéri, de még nincs itt az ideje. Az mi múlik, hogy mikor van itt? Jelenleg az a szolgálat, amit csinálok, mert ezt szolgálatnak tudom csak nevezni, a említett új egyensúly oldalam, szájtom, az olyan szinten viszi be most az energiáimat, és olyan szinten erősíti bennem ezt a gyógyító-tanító minőséget, hogyha most ebbe beleveszem az én totál crazy, exaltált, elképesztő éveimet, akkor olyan, mintha egy aknapáját raknék magam elé. Mert az emberek nem úgy fognak gondolkodni, hogy ez a múltban volt, hanem megjelenik a bulvárújságok címlapján, hogy ó, Soma Nyugat-Berlinben behasisozva gruppen szexelt. Mert hogy ilyen volt? Echnaton fáraó idején könyörgöm. Hát már maga Nyugat-Berlin is Echnaton fáraó idején volt. Hát mikor volt ez? Már elég. De valamikor kiadnád ezt? Persze. Az a célom, hogy teljesen szégyentelenné váljak. Tehát, hogy ezen vagyok. Alapvetően már most szégyentelen vagyok, csak okosan ki kell találni, hogy ezt milyen formában, milyen módon, mert amikor nem jól időzítesz valamit, tehát nem a helyén, nem az idejében, nem jó módon jelenik meg, akkor nem azt éred el vele. Tehát most én egy sokkal inkább lenyugodott, letisztult,
tömegekért mondhatom felelősséget vállaló nő vagyok, hiszen úgy az írásaim, a kurzusaim, minden, amit csinálok, azért, ha nem is milliókhoz, de azért ezrekhez, százezrekhez eljut. Most ebbe belerakni azt, hogy nekem hogy volt idegösszeroppanásom, meg milyen végleteket éltem meg, összemosná a dolgokat. Azt gondolnák, hogy ez most van. Ja, ez az a Soma, aki holott, az a nő, aki nem az, hogy 20-30, 10 éve volt, meg aki itt ül, a között óriási a különbség. Tehát óriási. Tehát oké, hogy lényegében ugyanaz a lélek, meg lény, de hogy én, amit a múltban csináltam, annak a tetemes, nem tudok pontos százalékat mondani, tetemes százalékát már nem tenném, az biztos. Nem tennéd? Nem. Miért? Nem. Mert megvolt, mert képipáltam, és mert elengedtem. Tehát, de ilyen értelemben nem tennéd, tehát nem bánod, semmit nem bánsz. Egy dolgot bánok csak, hogy a gyerekeim aranyköpéseit nem írtam. Na, ezt az egyet bánom, hogy ezt hát nem írtam. Hát szerintem boldog ember az, aki csak ez bánja az életében. De majd az unokáim, ilyen... abból könyvek lesznek, az biztos, ott be fogom pótolni. Tehát ez is jó volt valamire, mert már most éhezek ki arra, hogy az unokáimra hogy fogok majd rákattanni. Viszont azt mondod, valamikor kiadod ezeket a naplókat. Azon gondolkodtam rólad, készülve erre a beszélgetésre, hogy jó-e ennyire őszintének lenni, mint amennyire te sokszor gyakorlatilag kihelyezted azt a piros pontot a melleden, hogy ide lőjetek ezáltal. Az emberek felszínesek, három mondatból ítélnek. És amiről te beszéltél, hogy azért van egy tanítói léted, sokakban lehet, hogy az marad meg, hogy át az a csaj, aki ott bohémkodott és jópofáskodott a mindenféle történeteiben. Jaj, a nagypofájú. A nagypofájú bögyös fürtös. Ó, micsoda egy közönséges, exaltált nőszemély. Hát kaptam én már mindent. Nem hideget, meleget, tűzforrót, jegeset. Azok se érintettek? Tehát amikor körbeköpdösött, hogy büdös k***a, nem. Nem, it's not my story. Nem, ez a saját magát minősíti, ez az ő élete. Tehát én csak tükör vagyok. És a saját magam felvállalása az nagyon lényeges a mágikus felszabadító Somita szolgálatomban, hogy az embereket is ezzel a példával ösztökéljem arra, hogy nem kell belegebednünk a másoknak való megfelelni vágyásba. Ezzel én teljesen egyetértek. Hol a határa mindennek? Hogy hívják, mindjárt válaszolok rá, nem jut eszembe annak az ausztrál hospiszos nővérke, aki 30 évig haldoklók, végső stádiumos haldoklók. És írt egy könyvet, hogy mi az a 10 dolog, amit a haldoklók bánnak. Igen, és több mint a 90%-a az bánja, hogy egy életen át mindig valakinek meg akart felelni. 30 év alatt ez volt a legtanulságosabb, amit begyűjtött több tízezer haldoklótól. Tehát ezt most kell élni. Hol a határ az őszintességben? Hát elmondtam neked azt, hogy a naplóimat nem most fogom kiadni, hanem amikor már olyan szinten felépítettem azt a önsegítő, gyógyító, önismeretet terjesztő, spirituális ébredést segítő birodalmat, na akkor jöhet az, hogy most már mehet bármi rólam ki, mert akkor már az annyira stabil, hogy nem tud bekeverni. De most még nincs itt az ideje. De ilyennel kapcsolatban például te mérlegeled azt, hogy a gyerekeid vagy a férjed mit szólna egy ilyenhez, ha ez kijönne? Vagy a családtagjaid? Ja, most már a gyerekeim túl vannak ezen, tehát amikor ezt korábban is ki akartam adni, akkor még a gyerekek általános iskola alsósok voltak, és elmondtam nekik, hogy ne lepődjetek meg, ilyen és ilyen dolgok vannak benne, hogyha az osztálytársaitok, szülei ezt és ezt visszajelzik. És még most is emlékszem, Hannuska, képzeld el, úgy sírt, hogy sose láttam még másfél centis könycseppeket emberi arcról lefolyni. És könyörgöm, anya, ne könyörgöm, ne könyörgöm, ne. Tehát akkor már egyszer ezt félretettem. Amikor a Tiszta Szex című könyvemet írtam, a legnagyobb belső munkát az jelentette, fél évig rágódtam rajta, hogy mi mindent mondhatok el. Mert tehát vannak elhallgatott történetek is ilyen formában? Nem. Képzeld el, a férjem azt mondta, és a gyerekeim, de hát ebben a férjem hozta meg a döntést, hogy így mondtam, mazsola, mert otthon mazsola vagyok, mazsola mazsoli, annak nagyon sok jelzőjével. Ha úgy érzed, hogy bármi, amitől az emberek fejlődnek, amit kapnak ebből, ami a javukra válhat, azt nyugodtan rakd bele. Tehát minden bekerült, minden. Nem provokálni akarok, de tényleg érdekel. Én akkor jöttem rá, hogy te milyen jó énekesnő vagy, amikor a Megasztárnak az egyik utolsó ilyen szuperdöntője, vagy nem is tudom mi volt, akkor te színpadra álltál és énekeltél. És szerintem az ország jelentős része úgy volt ezzel, hogy hát az öcsi ezt tényleg nagyon tud énekelni.
hogy te kifutottad azt a pályát, amit szerinted a Jóisten rád mért, tehetség tekintetében, éneklésről beszél. Nekem nem ez a sors feladatom. Olyan szinten fájdalmas volt erről lemondani, és beismerni, és meglátni. Mexikói numerológushoz mentem, sámánokhoz mentem, asztrológusokhoz, a saját lelkemben kutakodtam, amikor megláttam, nem Gyöngyike, a te fő sors feladatod, a spirituális ébresztés, gyógyítás, tanítás, de megtartottam hobbinak, örömforrásnak, semmilyen ambícióm nincs már vele. De ez rajtad múlt, hogy jött helyette más? Tehát ha figyelj, te ezt akartad volna? Olyan szinten állította le az élet, hogy ez ne legyen, és nyitotta a másikat, hogy a vak nem vette észre. Csak úgy konkrét példát mondjak, amikor a Megasztárban voltam, és ugye a Csapból is én folytam, és nőklapjákafé, és nőklapjáztam, akkor kedvezményesen mindegy ilyen barter munkában, ennek a nagyon népszerű, a legtöbb, egyik legtöbb példányszámú újságnak a ekkora oldalon volt hirdetésem, hogy megjelent a Libido nevű CD-m. Amire a Somló Tamás, Isten nyugosztalja, azt mondta, hogy Somám, ez most a könnyű zenében a egyik legminőségi produkció, olyan zenészekkel, tehát brilliáns zenészekkel. És úgy képzeld, tehát nyomtam orbaszájba, tehát reklám volt, 192 darab ment el a CD-ből. Orbaszájba reklámmal, és egy jó anyag. És közben meg a előbb említett női szájton pillanatok alatt 10-20-100 ezres letöltései voltak a Mamag és a Válaszolnak. Ennek mi lehetett az oka? Az, hogy ez volt a sorsfeladatom. Ezen keresztül tudtam többet adni, ezen keresztül tudok hatékonyabban ébreszteni. De ez neked például akkor nagyon fájt, hogy 192-től ment? A tehetség egy nagy csapda. A tehetség tulajdonképpen az előző életeidből itt maradott, hozott képesség, amit nem biztos, hogy ebben az életedben hozunk mindjárt vizet. Tehát nem biztos, hogy ebben az életedben azt kell kihasználnod. A tehetségek meg nem élése persze ad egy befejezetlenséget, de ez lehet egy ilyen csapda is. Szerintem túl kell lépni azon, hogy mit akar az egóm, hanem tehát én tényleg hiszek abban, hogy legyen meg a te akaratod. De te jó énekesnőnek tartod magad? Már nem is foglalkoztat. Elkezdett beporosodni. De volt olyan időszak, mikor te, és bennem megbízsz, hogy tudok titkot tartani, amikor te azt érezted, hogy a büdös életben, én tényleg ott vagyok az 1-2-3, nem tudom hány között, hát, és még se én, mert hát, én magam tudom, hát, hogy igen. Hát 20 éveimben óriási egóval, nagy viharra azt mondtam, én világsztár leszek én. És hihetetlen élveztem a hangom. Akárhova bementem, és nem azt, hogy most itt dudolászok, hanem amikor úgy kiengedtem, amikor megmutattam azt az ősniggert, ami bennem van. Tehát akkor mindig olyan hatás volt, még tulajdonképpen a mellem is a hajam tud ilyen gyorsan, ilyen erős hatást elérni, de kipróbáltam magam, elmentem New Orleansba, a Blue Note-ba, jam sessionre. Ott egy héten kétszer van jam session, és kivártam a sorom, ahogy a sok egós feka szénné vibrálta magát, és kiálltam, és egyetlen egy balladát énekeltem, mert akkor már annyira kiábrándított, hogy mindenki, nem is együtt muzsikálnak, hanem mindenki magát akarja megmutatni, és ott is utána jöttek, hogy úristen, ki vagy, és honnan jöttél, és különösen úgy jó ez a visszacsatolás, hogy ott nem volt háttered, tehát ott senki nem tudta, hogy ez most a sor. Hát amikor elmentünk a bővérekkel Olaszországba, Rómába, a bővérek a legszugebb barátnői köröm, mi vagyunk a bővérek, van 12 pontunk is, és ott bepótolom a kimaradt ovis éveket. Azt hogy kell elképzelni? A kimaradt ovis évek bepótlását? Hát... Mit csináltok? Hogy dőzsöltök? Bővérűek? Én kompenzálom az ovis éveket, a hajhúzogatós, másokat szivató rossz kislányt, azt úgy kiengedem ott magamban a baráti körben, és az a helyzet, hogy tehát csúnya szót lehet itt mondani? Lehet, majd legfeljebb fütyülünk, bármit lehet itt. Mert ezt nem lehet mondani, hogy cool sperma, hanem azt, hogy cool amikor ilyen cool ben tudod nyomni. Tehát az a szarkasztikus humor, ahol tényleg a kis gonosz óvodás, a kis szarvaival, és mindez a barátokon, tehát kimondod azt is, amit a másik a legtitkosabb gondolatában fut csak át, és sosem mer neki mondani. De mindezt úgy, hogy valahogy mégsem lesz soha sértő, hanem mindenki halálra röhögi magát, és folyik a könnyük, azt mondja, hogy úristen, de ekkora a személy!
hiszem el, de közben mindenki fetreng a röhögéstől, és hát néha érzem is, hogy az ördögnek eladom a lelkem egy-egy poénért, de valahogy mégis megmarad az a, tehát ez mérhetetlen szeretet, és elfogadás, és játékosság kell. Te mindig ennyire vibrálsz? Most vibrálok? Nagyon. Eszelős, olyan energiaszinted van. Ha... Pedig most azt érzem, hogy olyan kis lenyugodott, békés, csendes vagyok, olyan kis egyszerű. Hát lehet, hogy még ez a szint is egy átlagos emberhez képest van egy hogy mondjam, számon tartató aurád. Így lüktetsz azért az esetek döntő többségében, nem? Hát ezért tudok szerintem az emberek életében változásokat elindítani. Rengeteg visszajelzést kapok, hála a... Ki lehet mondani, hogy Facebook? Már megkérdeztem. Szóval az arra jó, hogy azért nagyon-nagyon sok visszajelzés, nagyon sok visszacsatolás jön. Ha az emberben magában nincs bizonytalanság, ezt nem is jelzi vissza a világ. Tehát mondok egy egyszerű példát, amikor régen bajom volt a túlsúlyommal, mert azért mindig husi voltam, de Benga de Gusta, 3F, de jó kifejezés. 3F szabálya, a faköbölnő 3F szabálya, fényes, formás, feszes, annak kellemetes. Tehát, ez így. Tehát amikor nekem bajom volt a nagy darabságommal, akkor cseszegettek is. De ahogy eljött az a pont, hogy ez van, akinek bejön, ha nem jön, nem jön. Kinek mi köze van hozzá? Csak a férjemnek van köze hozzá. Meg nekem. Ő meg imád így, úgyhogy innentől nincs probléma. De most említetted ezt a tanítói attitűdöt, én nem tudom, hány ezer nőn segíthettél, vagy segíthetsz te? Hát a válaszleveleim, annak idején, amit 7 éven át írtam, az több százezer, tehát megkockáztatom millió fölötti nőhöz jutott el, abból a 4000 nőnek válaszoltam. Névre szóló, kedves. Belemenve a problémájába. Szerintem én alapvetően egy mentális takarítónő vagyok. Ez egy nagyon jó kifejezés, csak azért... Mentális és lelki. Csak azért az ember, amikor ilyesfajta felelősségteljes munkát lát el, mert szerintem azért ez elég nagy dolog, hisz itt kiútkereső emberekről beszélünk, akkor nem gondolkodik el azon, hogy biztos, hogy jót tanácsolok én? Nem viszem-e félre? Figyelj, soha nem mondom senkinek azt, hogy ezt tegyed, és ezt ne tegyed. Ki vagyok én, hogy mint egy gyerekkel bánjak vele, aki én vagyok az anyukája, és megmondjam, hogy ezt csináld, és azt ne csináld. Szó nincs róla. Te csak egy diagnózist adsz, kvázi? Nem. Én egy tükröt mutatok neki saját magából, segítem felébreszteni, az a jó, ha mindig magától látja meg. Na most, aki ennyi könyv, most a 10. könyvet készül, de jó párat magam is olvastam, de legalábbis kezembe került szerintem az igen jelentős része. Most füllentesz, hadd nézem meg az orrodat, puha. Mint a jó párat te is olvastál, így jó párba beleolvastál. Azért volt, amit végigolvastam. Na, melyiket? A tiszta szexet, arra konkrétan emlékszem. Ott elmondjam, hogy mikor loptad be magam a szíve. Na hát ezt majd kifütyüljük. Akkor elmeséltél egy történetet, én ott nyitottam ki, hogy összejöttél egy fickóval, hát ezt megpróbálják szépen elmondani, azért utcán hamarabb végeznék ezzel a történetet. Elmentél hozzá, ott te kényeztetted, és közben megjelent neked Guadalupe-i Szűz Mária. Ja, orális szex, közben megjelent nekem a szűzanya. És rád szólt, és azt mondta, hogy nem, te azt mondtad magadba, hogy Jézus Mária, életemben először jelenik meg, és hát egy ilyen szürreális szituációban találkozunk. Mit fog rólam gondolni? Mire ő állítólag azt mondta, hogy nincsen semmi baj, te szereted ezt a férfit, minden úgy van jól, ahogy van. Jól emlékszel a történetre? Igen, abszolút ez volt, hogy orális szex közben egyszer csak megjelent a szűzanya. És már olyan régóta vártam, mert nekem nagyon bensőséges kapcsolatom van, főleg a mexikói Guadalupe, most ezért megyek idén Mexikóba, hogy újra elmenjek a szent helyre, ahol az eredeti Guadalupe van. És olyan bensőséges kapcsolatom van a szűzanyával, és olyan energiákat kapok tőle, hogy már nagyon régóta vártam, és sok meditációban képzeltem el, hogy a fénylő karjai közé vesz. De ezt, hogy ilyen tisztán, orális szex közben megjelenik teljes pompájában, lehúnyt szemmel a kéj mámorban, és az hagyján, hogy ő azt mondta, hogy minden rendben van, hiszen nem ártasz senkinek, mit kéne szégyelni. Tehát megéreztem szavak nélkül is azt a mérhetetlen nagy vonalúságot, hogy ugyan már, amit mi hozzátársítunk ennek az elképesztő női minő, ehhez az elképesztő női minőséghez, ez a saját nyomorult kis korlátaink és félelmeink,
És hogy ez egy igazi, nagy léptékű, másik dimenzióbeli, hatalmas szellemi potenciál, akivel én akkor orális szex közben meg tudtam beszélni a 9 éves fiam halálfélelmét. Mert akkor az volt a legkomolyabb problémám. És akkor egy idő után túltettem magam, mert megérte. Ott közben beszélted? Ott közben, igen, és amikor konkrétan magömlés volt, akkor adta meg a szüzanya a legmegfelelőbb választ, és valami olyan mélységes nyugalmat, hogy ez el fog múlni, hogy ez, na mindegy, ott nem részletezem, hogy milyen információkat kaptam. Hát elképesztő. Hát tényleg elképesztő, hidd el, hogy én magam lepődtem meg a legeslegjobban. Tehát, meg én, amikor olvastam, hát mert ez nem akármilyen történet. Ez nem akármilyen történet, de ezt így jártam. Szóval mondtam is utána a férjemnek, hogy mondom, drágám, én leszek a orális szexentje. Szóval, jó lenne, ha lenne ennyi humor a vallásban. Hát most már lassan a tized, nem lassan, hát a tizedik könyvedet írod, ugye? Ezt már harmadjára mondod, de köszi a reklámot. Szóval, és most egy kicsit hadd legyek gonosz. Lehetek? Nem fogsz megsértődni. Ha az ember ilyesfajta mélységekbe, spiritualitás, lélekgyógyászat, tanácsadói, tanítói minőségbe nyilvánul meg, akkor nem kapod azt meg, mondjuk tudományos közektől, hogy ez sarlatánság? Ez bérjóslás? Dehogy is nem. Hát mondjuk jósolni nem jóslok, tehát a bérjóslást nem kapom meg, de a szakmától már nagyon sok bántást és piszkálást kaptam. Nem érdekel. Nem érdekel. Hát az miért érdekelne, hogy olyan emberek kritizálnak, akik se egy könyvem nem olvasták el, se el nem jöttek egyetlen kurzusomra. Engem egy dolog érdekel, hogy aki nálam járt, szertartáson, kurzusban, táborban, annak én mit adok, és az hogy élte meg, és hogy az úgy menjen el, hogy azt érezze, hogy wow, kaptam valamit. De ilyen értelemben. De semmi, a többi nem érdekel. Szakmailag érdekel. Az intellektuális biztonságérzeted e tárgyban mi adja? Most már utólag például ezen feltehetőleg változtatnék, hogy nem a Miskolci Nagy Lajos Király Magánegyetemre mentem volna pszichológiát tanulni, ahol ugyanazt az anyagot végigvettük, mint az ELTE-n. Ugyanaz a fejlődés lélektan, pszichodiagnosztika, személyiség lélektan, stb. Én ott summa cum laude-ként végeztem, én egy fanatikus szorgalom vadállat vagyok, egy hiperklárika, tehát a Nagy Atkinson pszichológia könyvet a Tunkli László tanár úrnál, akinél egyébként az ELTE-n is vizsgáztatott, szó szerint bemagoltam. Láttad már az Atkinson pszichológia könyvet? Mint egy sírfedő. Tehát egy elképesztő szellemi teljesítmény. Egy évig magoltam. Napi 16 órákat tanultam. Tehát, hogy az az elképesztő, tehát azt mondod, hogy nagy az energiám, hát hihetetlen szorgalom és munka és beosztottságban az életemben. Utánam lehet csinálni, meg lehet próbálni. Elképesztő szorgalom, rengeteg munka. Végig az munkált bennem az interjú alatt, aztán lehet, hogy majd ezt erősen cáfolod, hogy nem estél-e e tekintetbe átaló másik oldalára, hogy ennyire akarod, ekkora benned a tudásszom, az öngyógyítás, a másnak való magok elhintése, hogy rengeteg minden, és szinte szétforgácsolódik minden. Pontosan ezért vonulok el most az erőhelyemre Mexikóba, mert az álmaim jeleznek, hogy túl sok mindent csinálok, bennem is följön az, hogy Gyöngyike, hogy lehet ennyi mindent kézben tartani. Sok mindenről beszélgettünk, szerinted a te életedben ez idő szerint mi a nagymű? Hát a tiszta szexet mindenképpen a nagyművek közé teszem. Bármit mondhatsz, nem csak könyvet, bármit. Hát a két gyerekem. Tehát az at first. Tehát az első, Lázár és Hanna. Életem nagyművének tartom azt is, hogy a négy testvéremet mind én hoztam föl Budapestre Hajdonánásról. Mindegyiknek addig fogtam a kezét, amíg nem lett munkája, lakása, biztonsága. És hát még mi a nagymű? Hát akkor hát mindenképpen azt gondolom, a nagymű saját magamnak a tisztítása. És a tisztulásban megtett út, amit az öngyógyító könyvemben át is adtam. És maga az az életút, az az ív, amin megyek végig. Tehát azt mondanám, egy rút kiskacsa sztori, ahol ugye a Hajdonánásról följött Csóró kislány, aki a volánnál kezdte buszellenőrként, lett végül is egy országosan ismert, sokak által utalt, sokak által irritált, de sokak által szeretett személyisége. Tehát ez maga is egy olyan dolog, amire azt mondhatom, hogy talán
sok embernek adhat esélyt, reményt. Én is mondhatnám, hogy voltam olyan csóró, hogy közérből loptam. Nem szégyellem, a szocializmusban... Ez mikor tört? Szocializmusban, rendszerváltás előtt, vastagon, 10 éveim vége, 20 éveim eleje. De ez gyakran előfordult? Csóró kislány voltam. Hát előfordult néha, csak kaját, semmi különös, semmi. Hát a szociban tudod, hogy mi volt? Káló. Tehát ha nem tűnt el egy közérből annyi, amennyit beszámoltak, akkor szétosztották a vezetők. Tehát nem valakitől vetted el. Ez majdnem azt mondanám, hogy egy ilyen Robin Hoodi dolog volt. Nem is csinálok belőle ügyet. Mert volt, amikor nem volt munkám, és én nem kaptam a szüleimtől egy fillér támogatást sem. Soha. Mindig ott volt a hit, hogy amit a 5 évesen a kékmadár nekem mondott, hogy nekem lesz szolgálatom, feladatom, akkor még nagyon a művészethez kötöttem. Tehát akkor még azt gondoltam, hogy csak a színpad. De végül is, amikor előadok, ugye rengeteg előadással járom az országot, ott is a színpadon állok, csak hát nem színésznőként, hanem úgy mondanám, hogy spirituális stand-up komedistaként, mert én sokat nevettetek, mert az gyógyít. Akkor maradjunk annyira, hogy ez a nagy mű többek közt a gyerekek után az a Somaság. Nem tudom, honnan van a szabadság, ilyesfajta merészsége benned, de szerintem ez... Szabad lelkű vagy, kanca, elvezetlek oda, ahol könnyű leszel, és kiszállsz, 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 dürürüm, dürürüm, és nem így árván magadban, hanem bennem a szabadban, ahol jó lenni, mert kiszállsz, 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 tararam, tararam, oly jó magasról nézni azt, hogy miért is, ó, miért is, oly jó innen meglátni, jöjjön bárki, jöhet bármi, jó? Nézd magasról, mély kicsiny, ez nagy pillanat, kicsim, mert ez a jelen, s kiszállsz, kiszállsz, beszállsz, dürürüm, dürürüm. Nagyon köszönjük, hát ez egy kis produkció. Jaj, de jó, hogy így felkészültél, nagyon szépen köszönöm ezt a fantasztikus, érzékeny odafigyelést. Nagyon köszönjük. Köszönöm. Ha a műsorral kapcsolatban további érdekességekre kíváncsiak, kövessenek bennünket a Facebookon, illetve a műsor valamennyi része visszanézheti a YouTube csatornánkon. Kövessenek bennünket!